Láss, láss, ne csak nézz, ne csak nézz. Láss, ne csak nézz, azt mondom, láss, mert sorsod csak így érted. Lásd, mit meg kell látnod, másképp kell már élned. Gondolkozz, 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 értsd végre meg. Lásd, lásd, a szék szalagon át. Lásd át a csábító mosolyokon. Lásd, hogy csak mit meg kell látnod, másképp kell már élned. Köszöntöm Önöket! A Vasiti TV 48. adását látják. Először egy fájdalmas kötelezettségünknek kell, hogy eleget tegyünk. Elhunyt professzor dr. Jankovics István, a közkeletű nevén Csillagda nyugalmazott igazgatója. Emlékét megőrizzük. Ma dr. Tóth Gábor antropológus, humánbiológus előadása fog elhangzani. Az előadás címe a gyermekek növekedéséről, fejlődéséről 7 évtized tapasztalatai alapján. Dr. Tóth Gábor dr. Eyben Otto tanítványa, aki ezt a kutatást évtizedekkel korábban elindította. Őrá is emlékezünk ezzel az előadással. Az előadás visszanézhető a Vasiti TV YouTube csatornáján, valamint a www.janusmutarklinika.hu oldalon is. Tartalmas időtöltést kívánok Önöknek! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatóságot! Mai témánk talán egy olyan téma, ami nem csak a szakembereket érinti, tehát nem csak a gyermekorvosokat, védőnőket, pedagógusokat, testnevelőket, és még lehetne folytatni, hanem mindenkit, de leginkább talán azt kell mondani, hogy a szülőket, nagyszülőket, akik gyermeküket, unokáikat látják, és aggódnak érte esetleg, hogy az ő növekedésük, testi fejlődésük az megfelel-e annak a képnek, megfelel-e annak a tendenciának, azoknak a normáknak, amikben hát szeretnénk őt látni. Nem marad-e el, nem haladja-e meg, teljesen egészségesen fejlődnek-e, avagy sem. Hát a gyermekek növekedéséről, fejlődéséről 7 év tapasztalatai alapján beszélhetünk immár itt Vas megyében, és egy olyan vizsgálatsorozat, ami alapján szeretnék én egy rövid összefoglalót adni, amiről azt kell mondani, hogy a világon egyedülálló. Nincs még egy ilyen. Ez a történet, amiről most fogok beszélni, ez megismételhetetlen, mert lehet új vizsgálatokat indítani, kezdeni, de olyan régen, mint amikor ez indult, azt már nem lehet. Gyermekek növekedése, biológiai fejlődése, ezek szerint, ahogy mondtam, mindenkit kell, hogy érdekeljen, akik itt most jelen vagyunk, illetve akik jövőben ezt az előadást megnézik. Tudjuk jól, hogy a növekedés, a gyermekek növekedése és egy mennyiségi változás, számszerűleg kifejezhető változás, ami gyakorlatilag centiméterekben, milliméterekben, kilogramokban nagyon jól megragadható. Ezzel szemben a fejlődés, az érés, az egy minőségi változásnak tekinthető, amin belül hát a nemi érés, a serdülőkor, az egy sarkalatos kérdésköre a humánbiológiának, ami ezekkel a kérdésekkel, ezekkel a problémákkal foglalkozik. Miért kell ezzel foglalkozni? Csoporttudomány szintjén is, tehát a nagy átlagok, a nagy statisztikák alapján. Azért kell ezzel foglalkozni, mert bebizonyosodott az, hogy a gyermekek növekedése és fejlődése az alkalmas arra, hogy megmutassa a társadalmi jólétet,
megmutassa a népesség biológiai állapotát, mivel, hogyha javulnak a feltételek, életkörülmények, táplálkozás, mozgás, egészségügy területén, akkor az fog történni, hogy javulni fognak a gyermek növekedés és fejlődésnek a mutatói is, még akkor, hogyha ezek a külső körülmények rosszabbak lesznek, akkor a genetikai információ, a velünk hozott program, az nem tud megmutatkozni, tehát ebben az esetben a növekedési és fejlődési mutatók egyik generációról a másikra nézve azt tapasztaljuk, hogy vagy megtorpannak, vagy esetleg meg is fordulhatnak. Mondtam, hogy Vas megyéről lesz szó, Vas megyében indul ez a történet, és hát Körmendig kell elmennünk. Körmend az több dologról is híres. Egyszer ott van ugye Boldogbattyányi Stratmann László, aki miatt méltán hát büszkén tekintenek magukra a körmendiek, másrészt ott van a körmendi kosárcsapat, ami miatt szintén van okuk a büszkeségre, azonban van egy harmadik dolog, ami miatt szintén büszkék lehetnek és büszkék is magukra, ez nem más, mint a körmendi növekedésvizsgálat, aminek a megálmodója, megteremtője és kivitelezője Ejben Otto professzor, akinek nagyon sok körmendi kötődése van, illetőleg volt ezen a vizsgálat sorozaton kívül is. Ő jelenleg is, bár már idestovalassal 20 éve elhunyt, ő jelenleg is a legismertebb magyarországi humánbiológus nemzetközi viszonyok között. Például, amit ide tettem, ez egy Kanadában megjelent összefoglalóból származik, ami azt mondja, hogy ő gyakorlatilag a legnagyobb humánbiológus a generációjából, és hát azonos szinten értékeli a sokak által ismert Kvetelettel. Hogyha ez így van, hogy a társadalmi változásokra érzékenyen reagálnak ezek a mutatók, tehát a gyermekek növekedése és fejlődése, akkor viszont igazat adhatunk ennek a közelmúltban megjelent kötetnek a címének is, ami azt mondja, hogy az emberi növekedés, esetünkben ugye a gyermeki növekedés, az nem más, mint a társadalom tükre. És ez tényleg így van, egy egész fejezet, ami foglalkozik ebben a könyvben is, ebben a kötetben is, a körmendi növekedésvizsgálatnak az eredményeivel. Kicsit menjünk vissza még jobban az időben. Van egy olyan fogalom, hogy szekuláris trend. Hát a szekulárist még csak-csak értjük, az valami évszázadost, vagy valami nagyobb időszakra vonatkozót jelent. A trendet is, hát valami irányvonal, irányzat, de a kettő együtt vajon mit takarhat? Skandináv országokban figyelték meg először, hogy a gyermekek mindig egy-egy generációt alapul véve magasabbak lesznek, mint a szüleik. Vele együtt a felnőttkori testmagasság is generációtól generációra mindig nagyobb lesz, illetve a gyermekek növekedése és fejlődése felgyorsul. Ez ugye az a jelenség, amit az 1900-as évek elején és közepén Véli György, kaposvári gyermekorvos is nyomon kísért, és akcelerációként Magyarországon az akceleráció megjelenéseként könyvelt el és írta le. Maga ez az akceleráció elnevezés az 1930-as évekhez kapcsolható németországi Koch volt az, nem azonos a TBC és Kochhal, ez egy másik Koch, aki ezt így meghatározta, tehát megfigyelte ezt a felgyorsult fejlődési folyamatot. Ejben Otto értelmezte újra ezt azóta világjelenségként elkönyvelt jelenséget, amit ki is bővített több további részterülettel, és azt mondta, hogy ez az úgynevezett hosszabb időszakra vonatkozó irányvonal, másnél szekuláris trend, ez egy világjelenség, ami egy-egy adott népességre vonatkoztatva az egymást követő generációknál mérhető antropológia, humánbiológia módszertanával leírható, különböző változásokat jelent, amik általában pozitív irányú változások. Ha már odáig eljutottunk, hogy ezek a változások, ezek annak köszönhetők, hogy a genetikai program meg tud jelenni, mert jobbak az életkörülmények, egészségügy, mozgás, táplálkozás, és ezért gyorsult fel ez a fajta növekedési és fejlődési folyamat,
akkor beláthatjuk azt, visszautalva arra, hogy a társadalom tükre a növekedés, hogy ha változnak kedvezőtlen irányba ezek a feltételek, abban az esetben ez a trend ez meg is állhat, sőt, beszélhetünk negatív trendről is, meg is fordulhat. Ugye a skandináv példa alapján látjuk, hogy ez a trend, ez két területen érvényesül. Egyrészt gyermekeknél felgyorsul a növekedés tempója, ugye amit accelerációként fogalmaztunk meg, valamint vele együtt a nemi érés, az érési folyamat is előbbre kerül, illetve másik oldalról azt tapasztaljuk, hogy a felnőttkori testmagasság is nagyobb lesz. De ez nem csak ennyit jelent a trend. Vannak további részjelenségei. Például újszülöttek körében látjuk a születési testméreteknek, fejkerületnek, mellkaskerületnek, születési testtömegnek, testhosszúságnak a növekedését. Növekvő gyermeknél, ugye erről lesz ma szó, illetőleg erről beszéltünk eddig, felnőtt népességnél, valamint úgymond népességre vonatkoztatva a populációs szinten is, akár például a fejjelző változásai, amik Európában és világszerte is jellegzetes tendenciákat mutatnak, tehát a fej hosszúságának és szélességének változása, vagy akár például a várható élettartamnak a változásai, annak a pozitív irányú változása. Akkor már is tudjuk, hogy biológiai és társadalmi okok egyaránt szerepet játszanak a szekuláris trend hátterében. Akkor jöjjünk vissza Körmendre. Nézzük, mi történt ott, miért korszakalkotó és iskolateremtő az itt folyt és folyó vizsgálat sorozat. 1958-ban járunk, helyben Otto, látjuk még két oldalsó képen fiatal kutatóként, körmendi 3-tól 18 éves gyermekeket az általa megkonstruált humánbiológiai program alapján testméretekre és nemérésre vonatkozó feladatokat összefoglalva megvizsgálta. Gyakorlatilag majdnem 100%-os volt az ő merítése, tehát 98-99%-os vizsgálati mintával dolgozott. Ettől ez még csak úgymond a szakma szabályai szerint elvégzett keresztmetszeti vizsgálatról lenne szó, ami 1958-as körmendi állapotokat rögzítette. Ezzel azonban nincs vége. 10 évvel később, 1968-ban újra elvégezte a vizsgálatot, 78-ban megint, 88-ban megint. Időközben aztán sajnos az idő kezdett elszállni fölötte, meg betegségek sem kímélték, így hát 98-ban engem, mint volt tanítványát, kért meg, hogy kapcsolódjak be ebbe a munkába, akkor közösen végeztük el, majd végrendeletileg rám hagyta ezt a vizsgálat sorozatot, így 2008-ban és 2018-ban rám hárult az a feladat, hogy ezt megszervezzem, illetve természetesen segítő, szintén volt helyben tanítvány kollégám segítségével ezeket a vizsgálatokat elvégezzem. Most valaki csak úgy felületesen átnézi ezt, amit itt kivetítettem, akkor láthatjuk azt, hogy a szakma ezt úgy tartja számon, hogy egy klasszikus szekuláris trendtanulmány, ami a 3-tól 18 éves gyermekek vizsgálatára lett úgymond kitalálva, és alkalmas arra, hogy nyomon kövesse azt, hogy a társadalmi változások, tehát életmód, népességnövekedés, egészségügy, lakáskörülmények, stb. Ezeknek a hatása hogyan mutatkozik meg az adott testméretek, mert nagyon jól monitorozzák, mint kiderült. Ehhez természetesen még genetikai tényezők is hozzájárulnak, népesség keveredése miatti úgynevezett heterózis hatás, ami szintén segíti ezeket a változásokat. Tehát kijelenthetővé vált az már a kezdeti 3-4 vizsgálat alapján, ma már ugye 7 vizsgálaton vagyunk túl, hogy a genetikai program manifesztálódásának feltételei megjavultak, tehát meg tud mutatkozni a genetikailag kódolt információ egyre inkább, köszönhetően annak, hogy a társadalmi körülmények javultak. Tehát kedvező biológiai fejlődés az nyomon követhető. Nézzük meg, hogy vajon mekkora elemszámmal lehetett dolgozni. Látjuk azt, hogy a Központi Statisztikai Hivatal adataira hivatkozva itt 50
1950-es években vagyunk, ugye 1950-es évek, 58-ban indult a vizsgálat, egy növekedés volt, ami azonban sajnos, mint ahogy országos tendencia is, vagy a vasmegyei városokra is jellemző, egy csökkenés következett be 2018-ra. A vizsgálatban ez úgy nézett ki, hogy a körmend lakosság száma szintén, ahogy mutatja, vagy mutatta az előző grafikon, itt kerekített értékekkel szerepel, és a vizsgált gyermekek száma, hát az 2018-ban volt így módon a legalacsonyabb, de így is még 78%-os reprezentativitású, tehát mindenféleképpen elmondható, hogy a körmendi gyermekek biológiai állapotát sikerült így módon meghatározni. Az, hogy 10 évente milyen jó egy ilyen vizsgálatot elvégezni, arra ez az érdekes ábra ad támpontot. Itt alul látható 58-tól 2018-ig a felirat, tehát ezek az egyes vizsgálatokat jelentik, itt a gyermeki korévek, és látható az, hogy 3-tól 8 évesek gyakorlatilag 10 évvel később, mint egy utánkövetéssel is bekerültek a vizsgálatba, újra és újra. Másrészt pedig az is egy érdekes dolog, hogy így már 1998-ban lehetőség volt arra, hogy a vizsgált gyermekek szüleinek, sőt adott esetben nagyszüleinek az adataival is össze lehetett hasonlítani a növekedési értékeket. Ez viszont arra is jó, hogy az egyes testméretek öröklődését is bizonyos esetekben ki lehetett mutatni. Ma már természetesen még további ilyen családi kapcsolódások, kapcsolatok is kutathatóak. Ez most nem azt jelenti, hogy most mindenkinek az adatai ott vannak kupacba, vagy számítógépen, személyes adatok tömkelege, nem úgy van, természetesen minden le van kódolva, és minden a feldolgozásnál csak a kérdéses esetekre vonatkoztatva kerül visszakódolásra, hogy össze lehessen párosítani az adott értékeket. Tehát a személyiségi jogokat és a gyermeki jogokat a feldolgozás kapcsán is maximálisan tiszteletben tartjuk, mint ahogy a vizsgálatok elvégzésekor, amik csak az intézmények és a szülők írásbeli engedélyével valósulhat meg. Viszont ebből az is látszik, hogyha 78% volt a részvétel, hogy a körmendi szülők magukénak tekintik ezt a vizsgálat sorozatot, mert ilyen magas és ilyen jó hozzáállást gyakorlatilag az azóta indult hasonló jellegű vizsgálatoknál nem sikerült elérni, még kisebb településeken sem. Miből állt a program? 27 testméret, ez úgy nézett ki, hogy 23 testméret, ehhez még hozzájön 4 további fejméret az 1958-as és a 2008-as vizsgálat esetében. Mivel a fej- és arcméretek azok lassabban változnak, ezért úgy gondoltuk, hogy ezt nem kell minden alkalommal elvégezni. Ezen kívül lányok esetében történik egy kérdés arra vonatkozóan, amiből az érésükre, nemi érésükre tudunk következtetni, a menarche korra, ugye a menarche görög szó virradat, pirkadat, tehát valami újnak a kezdetét jelenti, hogy ha csak egyszer is volt-e már menstruációjuk. És egy nagyon pontos dátumként fog majd megjelenni, nem arra vagyunk kíváncsiak, hogy mikor volt, hanem a vizsgálat időpontjából, meg az életkorukból ki fog alakulni az, hogy már igen, még nem, és meghatározható a medián érték, hogy melyik az az életkor, amikor a lányok fele még nem, illetve már menstruál. 2008-ban volt még egy plusz dolog. A szülőknek lehetőséget adtunk arra, hogy aki vállalja, önként kitölthet egy kérdőívet az alvászavarokkal kapcsolatban, ugyanis azt már korábbi vizsgálataink is igazolták, mint hogy a nemzetközi irodalomban is ismert, hogy a gyermekkori alvászavarok azok a felnőttkori elhízásban hoki szerepet játszanak, tehát erre vonatkozóan próbáltunk meg következtetésekre jutni. Nagyon sok lehetőség van ugye ebben a vizsgálatsorozatban, ebből látszik. Néhányat ide felírtam. Meg lehet nézni a testméretek változását, hogy hogyan történt itt a 7 vizsgálatsorozat, tehát 70 év alatt. Meg lehet nézni a csontfejlettség változásait. Ez azért is érdekes, ugye, mert a
menstruációról, hogy már említést tettem, arról tudjuk azt, hogy most már korábbi életkorokra tevődött, viszont a lányoknál az első menstruáció egy olyan időpont, amivel lezárul a csontsűrűség beépülése. Tehát gyakorlatilag ugye a csontfejlettséghez, csontsűrűséghez kell egy megfelelő genetikai program, kell mozgás, kell kálciumdús táplálkozás, kell D-vitamin, igaz? Ezt tudjuk. Hát a gyerekek ugye most nem biztos, hogy kálciumdús táplálkozással élnek, nem biztos, hogy eleget mozognak, korábbi életkorban menstruálnak, és utána életük végig ugyanakkor a csont sűrűséggel dolgoznak. Kilóra több lesz a csontjuk természetesen, hisz nőnek még, de csontsűrűség az már nem fog változni. Tehát a csontfejlettség az nagyon fontos kérdésként jelentkezett itt a értelmezéseknél. Testzsírtartalom változásaira lehetőség van, azt követni, ki lehet számítani ezeket a tényezőket, testarányokat, testalkat változásait, változásokat az érésben, örökletességet meghatározni, és még lehetne folytatni, azért tettem oda kis pontokat. Most nézzünk akkor néhány eredményt. Ha a testtömegeket nézzük, 1958 és 2018 viszonyában más-más színnel mutatva fiúk, illetve lányok esetében 3-tól 18 évig, akkor azt látjuk, hogy testtömegértékeknél tényleg működik a pozitív szekuláris trend, mindig súlyosabbak, nehezebbek. Tehát a fiúknál azért volt egy kis visszaesés, a serdülőkort követően a 2008-as nagy kiugrások után 18-ban. De amúgy egy emelkedés látható. Lányoknál szintén egy pozitív szekuláris trend, itt nincs az a visszaesés, mint a fiúknál látszik, a serdülőkort követően. És mondhatnánk azt, hogy jaj, de jó, pozitív eredmény, nő a testtömeg. Ez nagyon jó, akkor, és itt jön az akkor, hogyha a test magasság változásai is ugyanezt követik. Viszont ha megnézzük ezeket a oszlopokat, azt tapasztaljuk, hogy a testmagasság ténylegesen egy szekuláris pozitivitású emelkedése után az utolsó két vizsgálatnak az eredményei, sőt van, ahol három vizsgálat eredményei nem változtak szignifikánsan. Tehát gyakorlatilag a testmagasság az úgy tűnik elérte azt a genetikailag kódolt értéket, amit ki tudott, vagy a mostani körülmények között ki tudott fejteni, el tudott térni. Ez viszont nem jó, mert a karányában nézve a testmagassághoz megnőtt ugye a testtömeg. Tényleg megtorpant a testmagasság változása? Nem biztos, hogy ezt így lehet kijelenteni. Körment 2008-2018 fiúk esetében. Tehát ha megnézzük, feketével ábrázolódnak azok az értékek, amik itt centiméterben kifejezve az átlagot és a mediánt is mutatják, gyakorlatilag nincs szignifikáns különbség 2008 és 2018 között. Viszont, ami pirossal ábrázolódik, az 7 éves, 8 éves és 17 éves korban mutatkozik meg, ahol szignifikáns különbség van, de ez nem növekedés ez a különbség, hanem szignifikáns csökkenés. Tehát 2018-ban ezek a korosztályok alacsonyabbak lettek, mint 2008-ban volt jellemző. Most számoljunk vissza. Kettő között ugye, hogy 7-8 éves, meg 17 éves, van 10 év. Vagy 9 év. Tehát valahogy, ha itt visszamegyünk, akkor terhesség, szülés környéke. Itt tovább jövünk, ugye akkor visszavetítjük akkor a serdülőkort megelőző energiafelhalmozás szükségessége lenne, azonban erre nem kerülhetett sor kedvező körülményekre, mert akkor volt a gazdasági válság, a megnövekedett törlesztőhitelek, a munkahelyek megszűnése, munkanélküliség, a rosszabb életkörülmények, amik ezt a változást eredményezték, hogy nem tudtak ők abban az ütemben növekedni, mint ahogy ezt elvárhattuk volna az előző eredmények alapján. Tehát ez a társadalom tükre effektus, ez működik. Lányok esetében mit látunk? Lányok esetében későbbi életkorban, de ugyanúgy megmutatkozik ez a piros visszaesés 2008-as és 2018-as adatok viszonylatában. Őnáluk is ugye az újszülöttkori események a
gazdaságilag megrendült család, és ezáltal ennek a következményei, főleg egy kisvárosban még fokozottabban érvényesültek, mint egy nagyobb településen lenne az megfigyelhető. Menjünk, ha már lányok, akkor menjünk az érésre. Itt ezen az ábrán csak 2008-ig jutottam el, ez egy azért érdekes, mert az 1958-as 13,5 éves első menstruáció időpontja után volt egy meredek csökkenés 10 év alatt, majd utána egy ilyen hullámzó szintre állt be az első menstruáció időpontja, gyakorlatilag az egyes vizsgálatok között így külön-külön nézve nem volt szignifikáns különbség. Nagy várakozással tekintettünk a 2018-as vizsgálat elé, mert voltak és vannak olyan adatok Magyarországról is, amik azt mondták, hogy kedvezőtlen körülmények hatására gyakorlatilag megfordult ez a tendencia, és negatív trend kezd megmutatkozni. Ezek után váratlanul ért bennünket, hogy 2018-ban egy szignifikáns nagy csökkenés történt, és nem is olyan ritka, hogy 9 éves korban is menstruálnak már a lányok. Tehát egy nagy csökkenés következett be a kis hullámzás, esetleg trend megfordulás helyett. Mi lehet ennek az oka? Elgondolkoztunk, az 50-es években született még egy kifejezés, hogy kritikus testtömegre van szükség, amit 47 kg-ban határoztak még meg, ahhoz, hogy ez statisztikai átlag természetesen, ami lehetővé teszi azt a szervezet számára, hogy az első menstruáció bekövetkezzen, mivel ez az a testtömeg, ami alapján a szervezet már úgy ítéli meg, idézőjelbe téve, hogy alkalmas arra, hogy egy magzatot kihordjon, illetve megszüljön, és majd felneveljen. Ez egyre inkább elfelejtődött, háttérbe szorult ez a 47 kg, mert nagyon sok cáfolata is volt ennek, de mindenképpen itt bejön a nagyobb testtömeg, amiről beszéltünk már, és lányoknál is láttuk, hogy még tovább-tovább emelkedett 2008-2018 viszonyában. Tehát a magasabb testzsírérték alapján, mint energiaraktár alapján értékelhette úgy a szervezet, és értékeli úgy a szervezet, hogy előbb is bekövetkezhet már az érettségnek ez a fajta mutatója. Tehát előbb elérik a nemi érettséget. Akkor testzsír lenne itt az, aminek ez köszönhető. Nézzük meg a testzsír értékeket. Most nem a százalékot, mert ott életkoronként más-más határértékeket kell meghúzni, hogy mitől tekinthető valaki elhízottnak. Most abszolút értékeket mérhetünk milliméterben kifejezve, akár az alszáron, akár a felkaron, akár a lapocka alatt, csipő felett, köldök mellett. Ha ezeket megnézzük, akkor van köztük olyan, amelyik vagy nem változott, vagy minimálisan változott, de van olyan, ami nagyon riasztó. Megint először 98-2008 viszonyát nézzük, lányoknál, fiúknál, csípő felett, tehát itt ez a terület, amiről beszélünk. Gyakorlatilag látjuk azt, hogy itt a serdülőkor környékén ugrásszerűen a zöld oszlopok, tehát 10 év távlatából nagyon jelentősen változtak. Fiúknál is itt látható, hogy már korábbi életkorban kezdődve, de gyakorlatilag ugrásszerűen milliméterben kifejezve akár 5-10 milliméteres különbségek is majdnem kimutathatóak. Nézzük meg, köldök mellett mit tapasztalunk, ugyanez a tendencia, bár azért 98 és 2008 viszonyában, ha nézzük, azért voltak kisgyermekkorban kis megtorpanások, visszaesések, de a serdülőkorral jött ez a dolog. Ugye ez az uszógumi, mondjam úgy, tehát az, ami így kialakult. Tehát táplálkozásbeli változások, azok mindenképpen biztos ebben szerepet játszanak, és hát sajnos a mozgásszegény életmód. És van még egy dolog, amit kérdőjelesen tehetünk oda, ez az úgynevezett minőségi éhezés. Ez azt jelenti, hogy mennyiségre elég tápanyaghoz, elég táplálékhoz jut a gyermek, azonban ez nem az, amire szüksége van. Nem a vitaminok, ásványi anyagok, fehérjék, ami az ő növekedéséhez, fejlődéséhez kellene, hanem helyette a szénhidrát, mert az, ami még megfizethetőbb egyik oldalról, másik oldalról meg ez a divatosabb, ennek a fogyasztása. És ezek együttesen, ez a három tényező, ami ebbe az irányba mutathatott. Tényleg ennyire markánsan itt 98-2008 viszonyában ez kimutatható? 2000-es évek elején zajlott a második országos növekedésvizsgálat,
a BMI vagy BMI vagy testtömegindex eredményei. Itt a viszonyítási alapunk, ami ugye egyénekre nem alkalmazható igazán, de is statisztikailag jól mutatja az elhízottság mértékét, és tényleg azt látjuk, hogy itt a 2008-as adatokat vizsgálva, itt van egy metszéspont, 11 éves kornál, serdülőkor elején, addig a 2000-es adatokhoz képest elmaradtak a BMI értékek minden életkorban, majd ezt követően viszont meghaladják a növekedési standardekként ma használatos és elfogadott értékeket. Ugye ebből az a nagyon riasztó, hogy a zsírmennyiség a hasi régióban rendkívül magas, mert ez a felnőttkori betegségekre, felnőttkori elhízásra is egy óriási nagy rizikófaktorként, rizikótényezőként jelentkezik. Különböző megbetegedésekben, most nem is kell, hogy belemenjünk, mindenki tudja, itt mozgásszertől a cukorbetegségen, szív- és érrendszeri betegségen keresztül sok minden későbbiekben erre rárakódva, illetve ennek következtében jelentkezhet. Most akkor felmerül, ez tényleg így van, akkor megváltozott abban a kritikus időszakban, ott 2008 környékén a gyermekkori növekedésnek a mintája. Egyszerű statisztikai módszerekkel ez is megnézhető. Fiúk esetében látjuk, hogy 1958-68-ban viszonylag egy egységes növekedési minta volt, ez követően 78-88-98 megint, ugye akkor már gyermekkori földeken végzett munka háttérbe szorult, nem is jártak már annyira biciklivel be az iskolába, mert kollégiumok is épültek, de sok minden történt. Egészségügy jobb lett, elterjedtek ugye még inkább az antibiotikumok, tehát nagyon sok mutató volt, viszont 2008 az teljesen egy új, különálló növekedési mintát hozott. És nézzük meg a lányoknál, ott azt tapasztaljuk, hogy őnáluk már 98-ban megtörtént ez, tehát a kisgyermekkori változásokat valószínűleg ezért nem tudtuk ott a 98-2008 viszonyában úgy ábrázolni azon a grafikonon, mint amit először bemutattam. Testalkatban mutatott-e ez valami különbséget, vagy nem? Ne menjünk el 58-ig, ezt láttuk, hogy kb. Egyforma az 1968-assal. Testalkat három komponensek közül az endomorfia, az gyakorlatilag az elhízottságnak a mutatója. A mezomorfia, az gyakorlatilag a csontizomfejlettségnek, az ektomorfia linearitásnak. Látjuk azt, hogy az endomorfia, tehát mondjuk, hogy az elhízottság mutatója, ez jelentősen elmaradt. Mi történt 2008-ra? Helyet cseréltek a görbék. Endomorfia átvette főleg a serdülőkor környékén a vezető szerepet, a linearitás komponense pedig háttérbe szorult. Ne csak 2008-ban gondolkodjunk, hisz azóta volt 2018-as vizsgálat is. Nézzük meg a 1998-2008-2018 viszonyát. Fiúk esetében a csípő fölött, a csípőn mért zsírmennyiség, kötőszöveti vastagság. Látjuk azt, hogy tovább fokozódott a serdülőkor idei, jelentős kiugrások vannak itt ezekkel az egyenesekkel. Itt aztán serdülőkor után lehet, hogy elkezdtek valamit sportolni, vagy tetszeni akartak a lányoknak, nem tudom, de visszamentek a 2008-as értékekre. Viszont van egy nagyon riasztó dolog. 3 éves kor. Gyakorlatilag több, mint duplája, mint amit 98-ban lehetett mérni. Nézzük meg következőkben, még mindig a fiúknál maradva, a köldöknél, tehát a hason mért értékeket, ugyanezt a tendenciát látjuk. Lányok esetében szintén ugyanerről beszélhetünk, de önálluk láttuk, hogy hamarabb kezdődtek ezek a folyamatok, ugye a 98-as növekedési mintával volt meg az első változás. Őnáluk már van még egy nagyon riasztó jel, nem csak a serdülőkor ideje, nem csak a 3 évesek esetében látjuk ezeket a kiugró értékeket, hanem itt a kisiskoláskor, 6-7-8 éves gyerekeknél, itt is óriási nagy kiugrás. Tehát a szénhidrát, csoki, cukrok, stb. Gondolom, akár mondjam úgy jutalmazásként is az iskolás történések, az iskoláskori traumák, életmódváltás,
elviselésére, honorálására azok lehet, hogy működnek, és ez is hozzátesz még. Ugyanezt látjuk lányoknál, természetesen a köldöknél is vizsgálva. És akkor felmerül az, hogy ha már a minőségi éhezést képbe hoztuk, akkor nincsenek esetleg hiány problémák, hiány tünetek valami más területen is? Visszautalok a 2008-as kérdőívünkre, az alvás vizsgálatosra, amikor is az önként válaszadók általános iskolai korosztályának az értékeiből készült kis ábrát mutatom most. Fiúk, lányok esetében az első kérdés, hogy orvos által diagnosztizált vashiány, tehát nem az, amikor a szülő úgy gondolja, az milyen gyakran fordul elő? Hát ez a 11-10,5, tehát 10-11 százalékos gyakoriság, ez gyakorlatilag nem kell megijedni, megfelel az európai értékeknek. Tehát ezzel mondjam úgy, hogy nem jó, hogy ennyi vashiányos gyerek van, de nem vagyunk rosszabb helyzetben, mint Nyugat-Európa. És ha megnézzük azt, hogy anémia, tehát vashiányos vérszegénység, amit kezelni kell, az milyen gyakran alakul ki, ott viszont kiderül, hogy Európában 3-4-5, még magasabb százalékértékek is vannak, körmenden viszont 1% körül mutatkozik csak ez meg. Tehát gyakorlatilag ez minek köszönhető? Egy nagyon fontos és fő oka van, a világszerte egyedülálló és a világszerte elismert magyarországi védőnői hálózat, ami mondjam úgy azonnal rámozdul a kezdeti tünetekre, és jelzi, és kezeli, és kezelteti, és pótoltatja a hiányzó vasat, és ezáltal magát a betegséget sikerül megelőzni. Tehát gyakorlatilag a minőségi éhezésnek vannak olyan mutatói, amik az egészségügyi beavatkozásokkal korrigálhatók, kordába tarthatók. És ezen gondolatébresztők után felmerült az, hogy milyen további feladatok vannak, vagy lehetnek. Mindenféleképpen dokumentálni kell a trendet, növekedésre és az érésre, hogy az most milyen irányú, mi történik, mi állhat annak a hátterébe. Aztán felmerült egy olyan is, Franz Halberg, ugye a kronobiológia megalkotója, mint tudományterületnek az 1960-as években. Ő is idős kutatóként bekapcsolódott még a legutóbbi vizsgálati eredmények értékelésébe is. Ő vetette fel, hogy egyáltalán van egy szekuláris trend. Mert az ő elképzelése szerint az élő és életlen természetnek a ciklicitása, hullámzása, az lehet, hogy itt is érvényesül, és amit mi így pozitív trendként értékelünk, az csak egy felszálló ág, ami aztán megfordul. Ki tudja, ez is majd kiderül. Aztán a riasztó tendenciák, itt a különböző testösszetételbeli, testalkati változásokra gondolunk, az olyan tovább fog élni, lesz-e valami változás áttételesen, lesz-e hatása az egészségmegőrző mozgás és egyéb programoknak. És hát mindenféleképpen feladat az, hogy ezt a világviszonylatban is egyedülálló vizsgálatsorozatot, egyben Otto professzor, amit megálmodott és elindított, ezt tovább vigyük. Mindenféleképpen köszönetet kell mondani, köszönetet kell mondanom, és tisztelettel meghajolni a szülők és a gyermekek előtt, akik magukénak érzik ezt a vizsgálatsorozatot, és lehetővé teszik az elvégzését. Ugyanígy az intézmények vezetőinek és segítő kollégáinak, valamint Körmend város önkormányzatának. És akkor már csak egy feladatom, illetve egy feladatunk maradt, az, hogy megköszönjük a megtisztelő figyelmet Eben Otto professzorral együtt, aki biztos, hogyha tehetné, itt lenne, és ő is több oldalról is, több szerepben is megköszönni a figyelmet. Én most itt egyet emelnék ki, az 1950-es évek második felében a Vasi Titnek oszlopos tagja, szervezője, és programszervezője, és hát továbbvivője volt, és ebben a minőségben is mindenféleképpen megköszöni az akkori és a mostani támogatást is. Köszönjük szépen!
látnod, másképp kell már élned most, soha el ne feledd, ne csak nézd, láss, láss.